akár 5-6 gólt is rúghatott volna a csapat, hogyha 100%-os helyzeteket értékesíti, miközben reggel még eléggé szkeptikusan nyilatkoztál az esélyeket illetően. Ferencváros, gondolom Magyarország egyik legagresszívebben, legjobban támadó csapata, nagyon erőket mozgósítanak minden egyes támadáshoz. Gyakorlatilag 4 támadó játékos tartanak fel folyamatosan az ellenfél térfelén, tudtam, hogy nagyon nehéz dolgunk van. 7 játékosunk hiányzott a mérkőzés előtt, mondjuk sérülések és eltiltások miatt. Ez nem azt jelenti, hogy szkeptikus voltam, ez azt jelenti, hogy mi tudatosan készültünk ugyan a Ferencvárosból, de hát nyilván a meccs lefújásáig ugye semmi nem dől el. Azt viszont tudtuk, hogy egy nagyon komoly csapat érkezik hozzánk, fizikálisan nagyon erősek, és ahogy mondtam, támadó futballban nagyon aktívak. De úgy gondolom, hogy a héten sikerült úgy felkészülnünk belőlük, tudtuk, hol lehet ebben nekünk keresni valónk, hol vannak azok a területek, ahol mi létszámfölényt, illetve olyan pozíciókat tudunk nyerni labdatartó játékkal, ahonnan mélységi indítással, vagy a lencsalacira felütve a labdát esetleg kedvező pozíciókat foghatunk. Úgy gondolom, ezt nagyon jól megoldották a fiúk, védekezésben borzasztó szervezettek voltunk, és tényleg egymásért nagyon jól küzdöttek a srácok. Nem is nagyon biztos, hogy egy-egy játékos kell kiemelnem, hiszen ez egy csapat diadala volt. Legutóbb a Mezőkövesden láttam a csapatot, ég és föld a teljesítmény. Úgy néz ki, hogy összeáll a csapat. Jól látom? Úgy gondolom, ha Mezőkövesden berugasztjuk volna ugyanezeket az ittszereket, amit itt belugott például a Laci Notrot, ő volt neki az első fél évben egy 0-0-en egy nagyon nagy helyzete, akkor még kihagyta. Talán ugye azért tudjuk, hogy ő sok meccset kihagyott, tehát későn csatlakozott a csapathoz, egyre jobban formában is lendül a játéka, ugyanezt mondhatom a Cvitkovics Petiről is. Hát folyamatosan egyre jobb teljesítményt nyújtanak edzésen is, mérkőzésen is ezek a játékosok. Tehát ez is kellett ahhoz, nem csak az, hogy beleszokjanak a csapatjátékba, hanem az is, hogy az egyéni teljesítményük javuljon. Mert azért olyan játékosokról van szó, akik a teljesítményük 100%-át hozzák, az nagyon nagy segítség jelenleg a mi csapatunknak. A sajtó értekezleten számomra nagyon rokon szemesen azt említetted, hogy néha nem is lehet tudni, hogy mitől áll össze egy csapatjáték, olykor a szerencse, vagy egy kupameccsen mutatott lelkes játék az, ami megfordítja a kockát és az idény menetét. Én úgy gondolom, hogy talán ez minden csapatjátékban igaz, hogy egy-egy meccs alatt is történhet olyan mozzanat, ami mindent megváltoztat. És ilyen volt a Lencse Laci első találata, ami tényleg hitet adott ahhoz, hogy igenis ez egy nyerhető meccs, igenis a Ferencváros annak ellenére, hogy a mai napon jobb csapat, mint a Puskás Akadémia csapata, és ezt nem csak azért mondom, mert a tabellán előttünk foglalnak helyet, hanem egy nagyon komoly játékos állománnyal rendelkező, kiváló edzővel rendelkező tradicionális klub. Ezt mindannyian tudjuk, de mai napon azzal, hogy csapatként mindenki a feladat a legjobbát ellátta egyénileg is, és csapatként is jól funkcionáltunk, győzni tudtunk. Köszönöm szépen! Gratulálok még egyszer! Én is köszönöm!